Az Isten egészen mélyen ismer bennünket, ismeri a gondolatainkat, ismeri a szándékunkat, és az Isten egészen személyes kapcsolatba akar velünk lenni, és az ő személyes törődéséről biztosít. Keleten, akkor, amikor őrzik a pásztorok a juhot, a nyájat, akkor a pásztor elől megy, és a nyáj követi őt. És akkor, amikor este visszatérnek az akkorba, akkor a jó pásztor mindegyik juhát egyenként megtapogatja, megnézi, hogy van-e rajta valamilyen sérülés, vagy nincs. Amelyiknek sérülése van, az külön teszi, az egészségeseket pedig beengedi az akkorba. Majd utána ellátja a betegeket. Körmény, stb. A különböző bogáncsok, rovaroktól megtisztítja őket, és így engedi vissza a többiek közé. Mindez arra akar utalni, hogy az Isten ilyen egészen személyes módon találkozik velünk, mindegyikünknek az életében vannak nehézségek, vannak gondok, de ugyanakkor beszélhetünk arról is, hogy az Istennek vannak személyes csodái. Mégpedig ahogyan én szólítom meg a Jóistent, úgy senki más. Ha én kérek valamit a Jóistentől, az senki más másképpen kér. És ugyanígy megtapasztalhatjuk azt, amikor mi az Isten elé tárunk valamit, akár vágyunkat, akár kérésünket, hogy az Isten hogyan válaszol rá. És ezt nevezzük személyes csodának, amit a többiek nem tudnak, de én tudom, hogy én ezt kértem a Jóistentől, és ő figyelt rám. Érdemes megjegyezni a kéréseinket, hogy mi az, amit én tényleg igazán kérek az Istentől, és az Isten hogyan válaszol erre. Aztán akkor, amikor az Úr Jézus beszél az eltévedt bárányról, akkor azt is föltárja előttünk, hogy a jó pásztor utána megy az elveszett báránynak. Ott hagyja a 99-et azért, hogy megkeresse az eltévedettet. Vagyis az Úristen ilyen egészen közel akar hozzánk jönni, amikor távol járunk tőle, akkor az Isten keres bennünket. Mondhatjuk, hogy az Isten ilyen emberkereső Isten, aki, ha távol is vagyunk a Jóistentől, ő akkor is vágyik arra, hogy közel kerüljünk hozzá. A 23. Zsoltár egy nagyon szép Zsoltár, hiszen az Ószövetségben is megjelenik ez a kép, hogy az Isten meglátogatja az ő népét, és olyan lesz, mint egy jó pásztor, aki gondoskodik a nyájáról. Nyilván tudni kell ahhoz, hogy Izrael történetében a pásztorkodás, a nomád életmód hozzátartozott. Egészen természetszerű volt ez a dolog, ezért alakult ki ez a kép. És hogy a Jóisten olyan lesz, mint a jó pásztor, aki eljön hozzánk, meglátogat bennünket. És a 23. Zsoltár is erről szól, ami olyan szépen fogalmazza meg képekben, hogy az Isten hogyan is közelít hozzánk, hogyan akar velünk kapcsolatba lépni. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöld előre réteken legeltet. De nem szenvedek hiányt, az Isten gondoskodik rólam, az Isten tudja a mi szükségleteinket. A nyugalom vizéhez terel, és felüdíti lelkemet. Ugye, talán mi nem annyira tapasztaljuk meg, hogy mit jelent igazán szomjazni. Talán lehet, hogy egyszer-egyszer előfordult, hogy nem tudtunk vizet venni magunkhoz, és az milyen tikkasztó tud lenni. Ez egy nagyon szörnyű érzés, amikor az ember testileg szomjazik. És amikor az Isten az ő vizéről beszél, illetve az Úr Jézus mondja, hogy én vagyok az életvize, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, soha nem szomjazik meg, akkor utal arra, hogy nyilván a testi szükségleten túl vannak más jellegű vágyaink is, és ez egyedül a Jóisten tudja ezeket beteljesíteni. Az igaz úton vezérel nevéhez híven, ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy.
Ugye milyen szép ez a kép, hogy ha sötét völgyben járok, a Szentírás például a sötét völgynek a halál útját vezeti, hogy a sötétségen megyünk át, akkor, amikor a halálhoz vezető úton megyünk. De hogy a Jóisten ott is velünk van, és mindegyikünknek át kell menni ezen a sötét völgyön, de ő nem hagy magunkra, ő velünk van. Ha a pápa látogatást figyelemmel kísértük, nem tudom, hogy a fiatalok látták-e, de tegnap a fiatalokkal találkozott a Sport László arénában, és ott mindegyik fiatal, amikor tanúságot tette, az egyik a Berci, aki a szegedi piaristákhoz járt, és a Szentatya is idézte, beszélt arról, hogy mikor rátalált, akkor, és több fiatal is említette, hogy az az egyik legfőbb dolog, hogy ő nincs egyedül, mert hogy a Jóisten vele van. Én azt hiszem, hogy az Isten kapcsolatunknak ez az egyik leglényegesebb pontja, hogy az Istent úgy tapasztalom meg, hogy ő velem van az életemnek minden egyes napján. Ott van mellettem. Valójában csak tőlem függ, hogy figyelek-e rá, figyelek-e az ő jelenlétére, hogy ő mellettem van és segít engem.